A város 13 és 19 év közötti fiataljai, általános és középiskolások 6 szekció munkájában képviselték a nyíregyházi diákságot. Idén 21 iskolából közel 100 tanuló és a Nyíregyházi Egyetem hallgatói vettek részt az egésznapos ifjúságszakmai programon. Természetesen az a cél, hogy meghallgassuk a diákok véleményét, az ő gondolataikat. Azért is jó, hogy ilyen sok iskolából képviseltetik magukat a diákok, hiszen mindenhol más-más problémák merülnek fel a diákok köreiben. És így mi, mint diákpolgármesteri iroda ezeket a felvetett ötleteket, illetve javaslatokat tudjuk közvetíteni Nyíregyháza döntéshozói felé. A diákpolgármester hozzátette, 6 szekcióban tárgyalják a fiatalokat érintő kérdéseket, így az önkéntesség, a külföldi csereprogramok, vagy a szórakozási lehetőségek mellett a helyben maradás lehetőségei is napirendre kerültek. Azt gondolom, hogy először is az családban és az oktatásban dől el nagyon sok minden, hiszen a gyerekek otthon és az iskolában vannak a legtöbbet. Ott kell nekik elsősorban szerintem olyan környezetet és olyan identitást adni, ami ehhez a városhoz köti. De nyilván a városnak is fontos a szerepe ebben, hogy olyan rendezett környezetet biztosítson, olyan infrastruktúrális fejlődést, munkalehetőséget, amely nem arra készteti őket, hogy elmenjenek innen, hanem arra, hogy ha el is mentek, visszajönnek, vagy alapból itt maradjanak. A helyben maradást erősíti a fiatalok első lakáshoz jutását segítő városi program is, amely vissza nem térítendő önkormányzati forrás biztosít az itt letelepedők számára, tette hozzá Úrik Attila.